Sziasztok! Egy polifón hátú, zonker testű egér megkötését szeretném bemutatni. A hódol, amit ehhez használok, ez egy 6x0-as, hosszú szárú streameres horog. Befogjuk a satuba. Légy megkötéséhez egy 3x0-as méretű fekete kötőcénát használok. Ezt a horogszár száron fej résznél rögzítjük néhány tekeréssel, fölsőleg céna véget levágjuk. Ezután veszünk egy darab 0-60-as monofil zsinót, ennek az egyik végét, a horogszár tetejének az egyik oldalán, majd a másik végét visszatűrve a horogszár tetejének a másik oldalán. Néhány tekeréssel rögzítjük, ezután hátrafelé kihúzzuk a rögzített davil darabkát, és horogszár teljes hosszán rögzítjük egészen annak végéig. Ennek az a szerepe, hogy a később rögzítendő farok részt távol tartja a horoghegytől, horogöböltől, így ez nem tud felcsavarodni vagy beleakadni a hegybe könnyen. Mikor ezeket rögzítettük, az egyik végét rögzítés tövénél elvágjuk. Ezután következik a farokrész rögzítése, ami az egy 9-10 cm hosszú, 4-5 mm széles szarvas bőr darabkát használok. Ennek az egyik végére, közvetlenül végétől körülbelül fél cm-re ejtünk egy lyukat, majd körülbelül 2-3 centivel beljebb még egyet. Ezután az utolsó lyukba, lyukon átfűzzük a damil darabkát, majd a tetején vissza a másikon is. Ezután beállítjuk a hulok megfelelő hosszát. Miután beállítottuk a már előzőleg rögzített monofil tetején rögzítjük, így marad egy kis hulok, ami párhuzamosan fog futni egymáson. Ezután még egy kis részen a damilt rögzítjük, rögzítés után fölösleges véget levágjuk. Visszavisszük a kötöző célnát horogöböl végéig.
Ezután a domingúrkon átfűzött bőrdalap és a falok rész végét rögzítjük a korokszár tetején. Ezután következik a test kialakítása. Először veszünk egy 6 mm-es 6 mm széles zonkerdarabkát, ami körülbelül 3-4 cm hosszú. Ebből vágunk két darabot. Amik végét, egyik végét kihegyezzük. Ezt a kihegyezetést ráhelyezzük a horogszál egyik oldalára, paroglész tövénél, itt rögzítjük, ezután másik darabkát szintén meghegyezzük. Majd a horogszál másik oldalán rögzítjük, úgy, hogy a zonker darabka csóri része, tehát nem a szőrös fele, hanem a sima fele felfele nézzen. Ezután következik a lábak rögzítése, amihez egy Magnum Predator Lex típusú gumiszálat használok, narancs színűt. Veszünk egy darabot, ezt a korábban rögzített zonker oldalán szintén rögzítjük. Ezek a lábak hossza körülbelül 7-8 cm legyen mindkét oldalon. Akkor ezzel megvagyunk. Kötöző cérnát előre visszük a fejig. Ezután következik a hátanyag rögzítése, amihez már előre kivágott két polifom darabkát használok, egy szürkét és egy fehér színűt, mindkettő vastagsága körülbelül 2 mm. Ezután ezeket egymásra helyezve ráhelyezzük a horogszál tetejére, fej után, majd ezt rögzítjük, ezután hátra visszük a cérnát, itt még egy rögzítést csinálunk, majd ebbe az ütembe haladunk hátrafele, egészen a rész tövéig. Így darabonként rögzítjük a polifón hátdarabkát.
miután rögzítettük a falok résztövéig, rögzítjük a testanyagot, amihez fekete színű, Fully Band nevezetű zonkert használok, fekete színűt, ez egy szintén zonker, viszont a bundán keresztbe hasogatott. Egyik végét rögzítjük a falok résztövénél, két-három tekeréssel, erőteljesebb tekeréssel, majd a kötöző cérnát elkezdjük előre vinni fej irányába, úgy, hogy a meghagyott polifóm szegmensek közepén, tehát a szegmenseket felezzük mindig, visszavisszük egészen a fejrészig. Ezután pillanatragasztóval megkenjük a rögzített polifóm darabkát alól felül és a két oldalán, így majd a feltekerendő bőrdarab ezen jobban rögzül. Akkor ezzel megvagyunk, a már rögzített zonker darabkát elkezdjük feltekerni korokszár körül, kialakítjuk így a testet, vigyázzunk, hogy ne tekerjük túl közel egymáshoz a zonkert, tehát hagyva egy jó távolságot, így kevesebb vízhúzó anyag, tehát a zonker kerül a testre. Így a polifon jól fent tudja tartani a legyet. Mivel ez egy felszíni csali, ezután fejnél néhány tekeréssel rögzítjük, rögzítés után a fölösleges pöldobkát tőben levágjuk, néhány tekerés rögzítés még, ezután hókszál tetején zonkert kétfele sinítjuk, fésüljük. Ezután visszahúzzuk polifómot fej irányába, fej tövénél. Két-három tekeréssel rögzítjük. Ugyanitt rögzítjük az első lábakat, amihez szintén két darab szilikon, nagyon sárga színű szilikon darabkát használunk. Egyik fel, amikor rögzítettük, átfordítjuk a fej alatt a másik oldalra, itt is néhány tekeréssel rögzítjük, ezután a fölösleges hosszat levágjuk, ezután a fej felé néző polifon darabkát visszafordítjuk a háton, úgy, hogy a tűrés kicsit túlérjen a holok fejen,
majd ebbe a pozícióba. Itt is rögzítjük. Következik a végkötés. Célnát elkötjük néhány tekeréssel a végkötő segítségével. Kézzel kissé meghúzzuk, levágjuk a célnát. Ezután megigazítjuk a fejrészt. Kis pillanat alasztó a fejnél az alsó részen. És kész is van az egér. Jó szórakozásra, megkötéséhez. Sziasztok!